modern digitális animáció, amin a néző egy út felett haladó kameraképét látja, ezzel a bejátszással indulnak majd a Tolna megyei rendőrfőkapitányság útjelző nevű ifjúságvédelmi programjának előadásai. A kisfilmeket, zenei betétet és színpadi elemeket is tartalmazó rendezvényeken 7-es, 8-os, 9-es és 10-es diákok vehetnek részt. Tolna, Baranya és Somogy megye 15 településén, összesen közel 4000-en. Annyira szerettem volna szép lenni. Beát mindenki szerette. Gyönyörű volt, de gonosz. Csúfolt és hangosan kacagott. Egy túlsúlyos kamaszlányt érő támadásokat, majd pedig az ezek miatti öngyilkossági kísérletét mutatja be az egyik kisfilm, amit a gyerekeknek vetítenek majd a rendőrök. A történet komoran indul, a főszereplő a végére mégis boldog felnőtt lesz. A szakemberek több hasonló anyagot is bemutatnak a fiataloknak az őket fenyegető veszélyforrásokról. Helyet kapott a programunkban a szerfogyasztás, mint kockázati tényező, illetve az iskolai erőszak, az iskolai zaklatások. Szintén szólni fogunk az internet veszélyeiről, valamint a biztonságos internetezésről, és bár ugye közvetlenül azért nem széles körben érinti a fiatalokat, de a prostitúcióról is, mint olyanról szeretnénk a programban szólni. A videók lejátszása után egyenruhában levő rendőr beszél majd egy-egy megrázó megtörtént esetről a diákoknak. Ez pedig már a Hol az Alán együttes gyerekeknek írt pozitív üzeneteket tartalmazó dala, amit a hozzákészített videoklippel együtt szintén levetítenek majd minden alkalommal a rendőrök. Az országosan egyedülálló ifjúságvédelmi programra több mint 17 millió forintot nyert a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Úgy látom a sebesség határt átlépted. Részlet az egyik legnépszerűbb hazai youtuber Pamkutya egyik videójából. A kéttagú formációnak ezt az egy anyagát több mint 28 milliószor nézték meg másfél év alatt. Pamkutyáik és rajtuk kívül több hazai internetes sztár is csatlakozott a rendőrségi kampányhoz. A szakemberek szerint ők tudják a leghatékonyabban megszólítani a fiatalokat. A program második felében velük fogunk beszélgetést folytatni a fiatalságot érintő problémakörökről, kockázatokról. Az útjelző nevű program első Tolna megyei rendezvényére március 5-én Dombóváron kerül sor, ezt követően 7-én Tamásiban, 12-én Szekszárdon, 13-án Bonyhádon, 20-án pedig Pakson ismerhetik meg azt a gyerekek. Az április 30-án záruló roadshow ezt követően Baranya és Somogy megyei településekre látogat el.